Ez a Reggeli Monitor. Libanonból a Hezbollah, a gázai övezetből pedig a Hamász terrorista szervezet rakétázza Izrael területét. Mi most a biztonsági protokoll Tel Avivban? Mennyire lehet elhagyni a lakást, például ahol ön tartózkodik? Az óvóhelyekre milyen mértékben javasolják, hogy húzódjanak be az emberek most Tel Avivban? A legfontosabb szabály az az, hogyha megszólnak a légi szirénák, ahol éppen az ember van, akkor másfél percen belül kell egy óvószobába vagy óvóhelyre sietni. Tehát azt tanácsolják a hatóságok, hogy az ember csak úgy menjen el a lakásából, vagy menjen bárhova, csináljon bármit, hogy az alatt a másfél perc alatt el tudjon érni egy óvóhelyre. Nyilván emiatt a legtöbben nem hagyják a lakásukat, de például az elmúlt napokban láthattuk azt, hogy mondjuk vonaton vagy tömegközlekedésen azért vannak emberek, és ha nem is nincsenek is dúig az utcák, de néhányan azért sétálnak. Igazából az ország különböző részén más a protokoll van, ahol ez a másfél perc, ami egyébként meglepően sok tud lenni, vagy elégséges tud lenni az emberre is egy óvóhelyre, de az ország más részén, főleg az ország déli részén ez inkább 10 másodperc, tehát ott ez sokkal problémásabb, mint Tel Avivban. Sűrűn szólalnak meg egyébként ezek a szirénák? Tel Avivban konkrétan nem annyira, itt az elmúlt napokban volt 3-4 sziréna, de van a hivatalos applikáció például, amit mobilra rá lehet tenni, és az folyamatosan lehet nézni, hogy hol van éppen riasztás, sőt be tudja az ember állítani, hogy szóljon a telefonja akkor is, hogyha a környéken van riasztás, és hát ott lehet látni, hogy mondjuk a gáz a környékén, vagy a Negev sivatagnak a nyugati részén, ott azért elég folyamatos a légiriasztás. Sűrűn szólalnak meg egyébként ezek a szirénák? Tel Avivban konkrétan nem annyira, itt az elmúlt napokban volt 3-4 sziréna, de van a hivatalos applikáció például, amit mobilra rá lehet tenni, és az folyamatosan lehet nézni, hogy hol van éppen riasztás, sőt be tudja az ember állítani, hogy szóljon a telefonja akkor is, hogyha a környéken van riasztás, és hát ott lehet látni, hogy mondjuk a gáz a környékén, vagy a Negev sivatagnak a nyugati részén, ott azért elég folyamatos a légiriasztás. A rakéták, akár a gázai övezetből, akár Libanonból indított rakéták mekkora kárt tudnak okozni Izraelben? Azért is kérdezem, mert ugye Izrael felett működik az egyik legmodernebb légvédelmi rakétarendszer, elhárító rendszer, a vaskupola rendszer. Ez milyen mértékben nyújt védelmet, nagyjából hogyan működik, mit kell erről tudni? A vaskupola nyújt védelmet, tehát továbbra is mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon modern rendszer, viszont azért azt is fontos leszögezni, hogy nem arra gyártották, hogy ilyen intenzitású rakétázást tudjon elhárítani, de ez nem is véletlen talán, hiszen nincs olyan rendszer, ami azra képes lenne, hogy egy nagyon rövid időn belül több ezer rakétát elhárítson. Ráadásul ezek a rakéták ugye nem ugyanonnan jönnek, nem ugyanolyan szögből jönnek, tehát ez még nehezíti a védekezést. Ha jól olvastam, akkor a vaskupolatán arra lehet jó, hogy egyszerre 200 rakétaelhárító rakétát lőjön ki. Na most, hogyha a Hamász képes lő több ezret, akkor nyilván nem lehet eltalálni mindegyiket. A másik dimenzió itt, hogyha a vaskupola el is hárít egy rakétát, az nem azt jelenti, hogy nincsen semmilyen biztonsági veszély, hiszen hogyha a rakétát megsemmisítik a levegőben, annak a törmelékei ugye leeshetnek a városra vagy bármilyen területre, és éppen ezért azt mondják, hogyha az ember az óvóhelyen tartózkodik egy ilyen szirénázás után, akkor maradjon ott legalább 15 percet, hiszen lehetséges, hogy ezek a törmelékek később esnek le. Jelen pillanatban a Hamász behatoló terroristáit visszaszorították teljes mértékben a gázai övezetbe, vagy még lehetnek határon átszivárgók, beszivárgók? És az izraeli hadsereg mennyire lépett már át Gázába? Az elmúlt napokban talán már kétszer is bejelentették, hogy visszaszorítottak minden Hamász terroristát a gázai övezetbe. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy lehet elvétve olyan, hogy még továbbra is tartózkodnak Izrael területén ilyen harcosok, és hát lehetett hallani is, hogy elfogtak ilyeneket, vagy harcoltak ilyeneket, tehát ezt sosem lehet szerintem kizárni. Hát eddig sem lehetett, de hát ezután sem lehet. Egyenlőre a szárazföldi offenzíva Gáza irányába nem indult el. A hírek szerint ott van rengeteg katona a gázai övezetben,
ezek térségében, de ők várakoznak egyelőre. Az, hogy miért várakoznak, az úgy tűnik, hogy azért, mert ugye az izraeli hadsereg egyrészt előkészíti a helyzetet, de ez egy nagyon bonyolult beavatkozás lesz. Ugye a Gázai övezet egy nagyon urbanizált terület, 365 négyzetkilométeren laknak 2 millióan, tehát ez egy nagyon sűrűn lakott terület, rengeteg bunker, föld alatti létesítmény van a területen, tehát ez a különleges műveleti erőknek is egy nagyon brutális környezet jelent. Másrészt természetesen vannak humanitárius szempontok is. Egyrésztről most azt lehet találni, hogy az Egyesült Államok Izraellel és Egyiptommal tárgyal arról, hogy valamilyen humanitárius folyosót nyissanak Gázából, annak érdekében, hogy a civilek el tudjanak menni. Plusz nyilván az izraelieknek fontos szempont az is, hogy Gázában van több mint 100 túsz, akit a Hamas terroristái harcosai vittek Gázába és raboltak el oda. Velük kapcsolatban, amennyire lehetett tudni, Katar próbál valamilyen fajta közvetítő tevékenységet végezni, hogy legyen valami fogolycsere a felek között, de egyelőre úgy tűnik, hogy a felek erre még nem állnak készen. Az mennyire jelent egy nagy kockázatot, hogy a Hamashoz kapcsolódhat más arab ország is, és mennyire merül fel e kapcsán, hogy olyan értelemben kiszélesedhet a konfliktus, hogy itt nem csak egy Hamász-izraeli konfliktus, hanem egy arab világ-izraeli konfliktusról is beszélhetünk majd. Fennáll-e a kockázat annak mondjuk, hogy Szaúd-Arábia, Egyiptom is elkezdi támogatni a Hamász mostani cselekmény sorozatát? Igazából ez az egyik legfontosabb stratégiai kérdése pillanatban, különösen akkor, hogyha az izraeli hadsereg megindul Gázába. Fontos azt látnunk, hogy igazából annak ellenére, hogy a Hezbollah hivatalosan ott áll a Hamász mellett, és valóban lőttek rakétákat Izrael felé, ennek ellenére nem lehet biztosra venni azt, hogy a Hezbollah valóban stratégiai mértékű támadást intézne Izrael szemben, még akkor sem feltétlenül, hogyha az izraeli hadsereg behatol Gázába. Ezt mondják, hogy ezt fogják tenni, de azért ebben nem lehetünk biztosak. Ugye most minden szereplő tudja azt, hogyha ő most beszáll ebbe a konfliktusba, akkor Izrael valószínűleg célul fogja kitűzni, hogy véglegesen megsemmisítse azt a szervezetet, vagy legalábbis nagyon nagy lesz rá politikai nyomás, éppen ezért azért kétszer meggondolják ezek a szervezetek, plusz ugye az Egyesült Államok ide vezényelt repülőgépanyahajókat az elrettentési potenciál fokozása érdekében, tehát elég kockázatos lenne most bárkinek beavatkozni. Részben éppen ezért országok, államok szerintem nem fognak beavatkozni, egyenlő úgy tűnik, hogy az arab államok nem nagyon támogatják a Hamasznak az akcióját, még akkor sem, hogyha mondjuk olyan nyilatkozatot tesznek ki, amiben mindkét felt bírálják, hogy Izraelre teszik a felelősséget. Hát igen, meg azonnali fegyverszünetet követelnek, ami kicsit azt sugallja, hogy nem annyira támogatják ezt az izraeli megtorló intézkedés sorozatot. Az biztos, hogy nem támogatják, és biztos, hogy kellemetlenül érinti őket, hogyha történik ilyen, főleg azok az országok, amelyeknek van diplomáciai kapcsolata Izraellel, vagy tárgyalnak arról, hogy legyen, de igazából ilyen pillanatban ez nem érné meg egyik arab államnak sem, különösen azért sem, mert nem szabad elfejteni, hogy a Hamász az messze nem olyan népszerű szervezet az arab világban, sem legalábbis a politikai elitek között, mint amennyire tűnhet. Ugye ez egy iszlamista szervezet, amely eredetileg a muszlim testvériség hálózatából nőtt ki, vagy abból vált ki. Ugye ezt a szervezetet Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, de Egyiptom is nagyon nem szereti és fenyegetésként kezeli, tehát nekik sem érdekük azt, hogy a Hamász megerősödjön. Ráadásul mindenki tudja, hogy ott van a Hamász mögött Irán, és hát mindenki, aki érdekelt abban, hogy Irán visszaszoruljon, az nem fogja támogatni Iránnak az egyik legfontosabb partnerét. Az ENSZ közölte, hogy vannak felhalmozott készletei a gázai övezetben, azonban ezek véges erőforrások, és gyakorlatilag most a gázai övezetet elszigetelte Izrael a külvilágtól. Összességében azt megállapíthatjuk, hogy a Hamász mostani akciója hát az leginkább Izrael mellett pont azokra a palesztinokra nagyon kártékony jár, nagyon negatív hatással, akik Gázában egyébként is nyomorognak, még hogyha érkeznek is a nyugati segélyszállítmányok, pláne most? Teljesen egyértelműen megállapítható. Szerintem nagyon kevesen gondolják azt teljesen, hogy a Hamász most valami nagyon komoly előrelépést tudott volna a palesztin ügy érdekében tenni. Hát ez egy ilyen akció, az semmiképpen nem jó, annak ellenére, hogy közösségi médián talán láthatóak olyan emberek, akik most beleálltak abba, hogy amit a Hamász csinál, az a palesztin ügy előmozdítása, vagy az egy ilyen dekolonizációs küzdelem, vagy bármi ilyesmi. Szerintem nem erről van szó, szerintem amit a Hamász csinál, az
ahogy ön is mondta, senkinek nem jó, különösen a Gázában rakétpalesztinoknak sem. Persze lehet vitatkozni arról, hogy ez hogy jutottunk ide, és mi kinek a felelőssége és társadalmi az, hogy izraeli politikák a múltban is hozzájárultak ahhoz, hogy ilyen rossz körülmények alakuljanak ki, ez teljesen egyértelmű, de azt gondolom, hogy amikor egy olyan akcióról van szó, amikor a Hamász gyerekeket, ártatlan civileket szándékosan és nagy kegyetlenséggel öl meg, ugye itt már több mint 1200 áldozatról beszélünk izraeli oldalon, akkor ez nem mozdít el semmilyen ügyet, sőt, azt gondolom, hogy több szempontból is csökkentheti a palesztin ügynek a támogatottságát. Ilyen erős összefogás Izrael mögött, nem is tudom, hogy mikor volt utoljára. Ugye látható az, hogy például az Egyesült Államok vagy az Izraellel gyakran kritikus európai államoknak egy jelentős része is teljesen egyértelmű modellt Izrael mögé. Ugye valóban a mostani borzalmak miatt erkölcsileg nem is érzem annyira helyén valónak, hogy egyáltalán felvessem ezt a kérdést, de összességében miért nem tudott békésebb időkben kialakulni egy önálló palesztin állam? Ezt Izrael miért próbálta folyton megakadályozni, és egyáltalán, hogyha létre is jön egy ilyen független, autonóm palesztin állam, akkor az sem biztos egyébként, tovább gondolva az eseményeket, megállítaná a terrorszervezetek cselekményét. Igazából ez egy nagyon bonyolult kérdés, és hát az elmúlt 100 évnek a történet, a történelmi palesztina területén az erről szólt többek között. Ugye egyrészt ott van az a dimenzió, hogy voltak tárgyalások többször az elmúlt évtizedekben izraeliek, palesztinek között, vagy a nemzetközi közösség bevonásával. Ezek a tárgyalások általában nem jutottak nyugvó pontra, és nem sikerült eljutni a két államos megoldást, tehát egy izraeli és egy palesztin állam létrehozása mögötti konszenzushoz. Egész egyszerűen azért, mert vannak nagyon praktikus kérdések, amikben a felek nem egyeztek meg. Ugye ilyen például Jeruzsálem hovatartozása, ilyen a vízelosztás kérdése, ilyen az, hogy mi legyen azokkal a menekültekkel, a palesztin menekültekkel, akik még akár 1948-49-ben menekültek a területről, vagy a napos háborúban 1967-ben, tehát az ő ügyük rendezését sem lehetne megoldani. Ezen túl hozzájárul a probléma megoldatlanságához az, hogy a palesztin politikai vezetőknek a legitimáció az erősen megkérdőjelezhető. Ugye utoljára 2006-ban voltak választások Palesztinában, azóta jordániai vagy egy nyugati parti területeket a palesztin hatóságok irányítják Mahmoud Abbas vezetésével. Neki nincs mandátuma, az ő elnökségét azt csak folyamatosan meghosszabbítják különböző intézmények. Gázában pedig a Hamász azután, hogy megnyerte a választásokat 2006-ban, fegyveresen átvette a hatalmat és elszakította a területet a palesztin hatóságtól. Tehát nincs kivel tárgyalnia Izraelnek. És hát, hogyha a hatalmi egyensúly ennyire megborul két fél között, akkor láthatjuk azt, hogy az izraeli fél is egyre magabiztosabbá vált, egyre inkább úgy érezte, hogy azt tehet meg ebben a helyzetben, amit akar. És azt még hozzátehetjük plusz dimenzióként, hogy a palesztin kérdésnek a súlya is talán csökkent az arab országok döntéshozóinak a politikai napirendjén. Egész egyszerűen nem ez lesz az első kérdés, ami eszükbe jut a döntéshozóknak az arab országokban, amikor Izraellel tárgyalnak, hanem például Irán közös visszaszorítása, vagy gazdasági együttműködés, vagy bármi hasonló. Ez a Reggeli Monitor.